Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár Nagybecskereki látogatása során találkozott a polgármesterrel, valamint a város területén működő oktatási intézmények vezetőivel. A találkozáson szó volt az intézmények működéséről, gondjairól, a titkárság pályázatairól, valamint a héten megtartott figyelmeztető sztrájkról is. Az várható a közeljövőben, hogy a köztársasági kormány és a szakszervezetek megegyezik pontosan abban az összegben, amely kifizetésre kerül már november második felében a pedagógusoknak, és az sem kérdéses, azt hiszem, hogy a fizetési osztályok is bevezetésre kerülnek az egész közszférában már a jövő év elejétől kezdődően. A nagybecskereki Nikola Tesla villamossági és építőipari középiskola 480 ezer dinár értékű támogatásban részesült a tartományi oktatási titkárság pályázatán, amelyből számítástechnikai berendezéseket vásároltak. Azonban egyéb gondok is megoldása várnak az iskolában. Vannak más problémák is, konkrétan a tetőrendszerrel van probléma, tehát ide kellene belefektetni még pénzt, és akkor most hallottunk feleletet, hogy hogyan írjuk meg a projekteket, meg az kihez forduljunk. A titkárság és az önkormányzat között jó a közreműködés, állapította meg a tartományi oktatási titkár és Nagybecskerek polgármestere. A mi iskoláskor előtti intézményeinkben szinte nincs is várólista, tehát azok a szülők, akik óvodába szeretnék íratni gyermeküket, ezt meg is tehetik városunkban. Ahhoz, hogy ez így legyen, anyagi és módszertani segítségre, valamint megfelelő épületekre egyaránt szükség van. A tartományi oktatási titkárság az idén különböző projektumokon keresztül 17 millió dinárral segítette a nagybecskereki oktatási intézményeket.